Szia Lecsibesz, hát meg vagyok, mennyi egy óra? Sziasztok Lecsibesz! Nagyon örülök, hogy visszatérhettem hozzátok. Nézd meg Lecsibesz, mennyire csörősz a mellkasz. Hogy hol voltam ilyen meccsen, nagyon sajnálom, hogy eddig elmentem, de jó magyarázatom van rá. Csak ez most annyira olcsú sztori, hogy én ezt nem tudom nektek ebbe a videóba beszélni. De viszont ezt a videót azért hoztam, hogy megtudjuk azt, hogy egy ikaszi nőnek milyen az ideája. Nagy pénisz, kis pénisz, legyen csak a szemle, ne legyen csak a szemle, legyen cigány, tudjon cigány beszéd, ne legyen cigány, de azért tudjon cigány tánc, na megtudjuk! És roslánokat fogunk hitni. És azért gondoltam ezt, hogy nagyon tudják, hogy sok férfiban voltak, tudja csak, és azért egy roslán azért csak tudja, hogy mi a gigasszágos férfiban, nem? Derítsük ki, Lecsibesz! Gyors átletezés, hogy jobban csellőzzön a csónájam. Kezdjük is az első, nem tudok megmutatni nektek, hogy miéket hívás, de hívjuk fel. Nézzük meg! Szia Lecsibesz, szeretnék kérdezni tőled már pár kérdést. Halló? Lecsibesz, itt vagy? Itt vagyok. Szeretnék kérdezni tőled kérdést. A Jacksonnek kérdésem, hogy neked milyen sávok jönnek be, amúgy izmosabbak, vagy nem izmosabbak? Mondjad! Szeretnék egy barátnőt, és felszeretném mérni, hogy a nők mit szeretnek? Hogy kedvesz egy férfi, vagy nem kedvesz egy férfi? Csámiszon a pénz, vagy nem csámiszon? Mondja el neked, hogy neked mi? Az. Én erről nem nyilatkoznék, jó? De szeretni férfiak, nem? Most akkor szeretni férfi, vagy nem szeretni férfi, vagy esetleg állatszexet szeres? Mert megmondom őcsintén, hogy én szeretem a keskéket picit gyöpölni hátulról. Lecsibesz, de miért csinálják ezt? Miért nem tudnak egyszerű választ adni arra, hogy igen, én szeretem a izéket, de ha megkérdezem a csopsz, igen, csopok! Csinálom sem? Igen, csinálom meg, Csibe! Egy kedvesznek tűnik ki, Adlilen. Adlilen? Csia, Adriánál pecsélek? Ahmed, úgy de bájócs a hangod. Szeretnék tőled kérdezni egy kérdést, szabad? Csia, azt szeretném majd kérdezni, hogy neked amúgy milyen piuk jönnek be, amúgy izmosabb, gazdag? Mondd el, hogy egy nőnek mi kell igazából. Ó, rekedjél be holnap reggelre. Most miért nincs időd erre? Halló? Cseh, Lecsibesz, szeretnék kérdezni egy kérdést. Neked... Cseh, Lecsibesz, vagy? Jól vagyok. Te nagyon kedves nő vagy. Ez a Jazz, aki nagyon kedves. Csak ma unalmas vagy, mert minden kétszer, úgyhogy nem itt össze vagy. Unalom kérdésre. Szeretnék... Oké, okay. Adjé, köcsi, nagyon rendes vagy. Milyen bolond? Na, már, hogy változtattál ilyen hangot? Mi a zsigazi? Kicsoda. Á, zsapád! A zsapád a kicsoda Lecsibesz. Na. Nem is ismernek. Ez is csak blöff, amúgy nem ismer. Vagy igen? Lehet, hogy igen. Lehet, hogy nem. De amúgy igen. Dik, Ahmed, cselep a losz lánokon. Losz Ahmedcska. Hello. Cselésibesz. Szerinted mi egy tökéletes férfi egy nőnek? Mit beszél? Hát azt! Mi egy nőnek egy... Mit? Hát tudom, mit akarsz kérdezni? Mi egy nőnek egy tökéletes férfi? Magnapja. És miért? Ez nagyon jó kiindulási pont. Miért? Ez nagyon jó. Egy kicsit tedd le a telefont, hogy új előtt megkeresnek. Oké, a csekrény mögött leszek, de ne, úgyis nehéz megtalálás. Amúgy itt van a tüzességed a sekrény mögött, de amúgy egyet megtudtunk, minden egyes nőnek az apja a tökéletes férfi elszőnek. Csillan Lecsibesz? Ja? Nézd te a csépeid, és te egy nagyon gyönyörű nő vagy. Köszönöm.
szeretném megkérdezni tőled, hogy... figyelj, van egy lán, akit én meg akarok cselezni. Csak nem tudom, hogy... Szerinted mi egy tökéletes férfi? Milyen egy tökéletes férfi? Mert akkor olyan cselednék én is lenni. Mert azért ilyen gyönyörű nőnek, mint te, ez szerintem nagyon jó. Hát, nekem nincs ideálom, úgyhogy fogalmam sincs. Nem tudok neked ezt. Te nem állsz össze egy hajléktalan, azért valami. Hát tudod? Azaz, persze, én értem, mondjuk legyen szép bőre, barnász, erős tesz, jó pénisz, alatta mekkora, vagy erős... Ezt próbáld meg mással megbeszélni, oké? Oké, mangalicsa tesztű légy, belény tesztű vagy! Felé csedvesz voltam, azt mondtam neki, hogy csép. Amikor tényleg belény teszte volt, Lecsibesz. Utólag is legyél covidos. A Joltást ne használjon. Na jó, ne legyél covidos, hogyha ezt esetleg visszanézed. Igen, tessék. Szia, Lecsibesz, ne haragudj, néztem a képeidet. Te nagyon egy sinosz nő vagy. Köszönöm szépen. Amúgy hazudtam, úgy nézlek ki, mint Quasimodo. Ááá, Lecsibesz, úgyse válaszolt volna, szerintem. Vagy ne. Amúgy ki mi az a Quasimodo? Itt van az arab feleségem, he! Kulászluk, mi a Quasimodo? Aha, mit jelent a Quasimodo? Jó napot kívánok. Maga mennyi idős lenni, Lecsibesz? 45 éves? Persze. Te 45 éves vagy? Igen. Csak szeretnék kérdezni valamit, hogy... Azért néztem a csépeidet, azért szerintem te egy... A rák? Hogy? Megadnak? 45 évesen még fönn vagy rosszánokon és még nudiat is kapsz? Te elment a Jesse? Hát, majd én is leszek ilyen 50 éves, fölmegyek rosszánokra, megcsapatom a nunámat, ha lenne percsa, mert nincsen, mert csolbászom van, arab csolbász. És akkor kapok nyugdíjat, meg plusz pénzt, mert Lecsibesz kapok csolbászt. De persze nekem nem csolbász kell. Csia, Lecsibesz, tudsz beszélni magyarul? Tudsz beszélni most jelenleg? Igen. Oké. Néztem neked csépeid, tele, nagyon vonzó vagy, és szerintem egy nagyon érett nő vagy te, ez igaz? Én itt vagy, Ahmed vagyok amúgy. Szia, Sisza. Szeretném megkérdezni, hogy szerinted egy mi a csámodra egy férfi ideál? Nincs ide? Oké, akkor Lecsibesz, akkor azt jelenti, hogy velem összejönnél? Ne, én ezt tudom, Lecsibesz, én csak azt kérdezem, hogy azt mondod te, hogy nincs férfi ideál. Akkor te azt jelenti, hogy velem összejönnél? Mint vendég szempontjából. Te jössz tüzet, én meg szolgáltatálom neked. De tegyük fel, hogy én elmegyek hozzád, és én olyan vad éjcsakát adok neked, hogy belerezsek a... Sok letetek covidos. Nézd a... Lecsi, valakivel csend vesz. Igen, szia. Szia, Lecsibesz. Covidos Ahmed vagyok. Hogy hívnak? Elnézést, Kovácsos Ádám vagyok. Vagyis, Ahmed vagyok, itt vagy? Most ment egy Jaguar F-Type, hallottad, paszme? Hát nézd meg! Ezek nem csináltik a sosik? Hogy mi a lákon a cég? Ezt tudom, hogy Jaguar F-Type volt, amúgy. Innen hallottam. De nem volt benne csatalizátor. Kivették, mert sattogott, durrogott. Iii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 
Nagyon cuki a neved. Nagyon cuki a neved. Szeretném kérdezni, hogy hogy mióta foglalkozol a csakmádban? Mióta foglalkozol a csakmádban? Megpróbálok artimulálni. Mióta te dolgozsz szakma? Te mióta vagy pénics hergelő? Mióta bűvölök? Mióta anyád lefogta a fádat. Na elnézést, te covid... Te! Covidos a peszked? Vagy a csarkadat lefogom sikálni neked ilyen géppel? Hozd ide azt a gépet. Én lecsikálom. Na ide figyelj, csak annyi szeretnék megkérdezni, beszélgessünk újra, hogy mi a férfi ideál? Te mocskosz covid beteg. Remélem elkaptad, mert én covidos vagyok.
te meg... Azért mentem, hogy nem kéne szólalkozni a prostikkal, mert egy gyűlölő vagy. Hát ne érintkedjed, mert neked is szemkodni csak farkal. Na ide figyelj, de nekem a jeanpinámat nem rongyolják ám csét, mint a tied. Hát, amekkora biztos le is tudnám magamat csopatni, de viszont... Te figyelj, te egész halálul... egész halálul van a peszkedbe, ez miért tagadod? Rohadt, neked moszkolják szét. Te meg apád vagy a cigán. Hú, de mocskoszak, hallod? Nézz idájuk, hogyha... Ezt egy, elmész egy randira, meg ne kérdezd, amúgy neked mi a félfidálod, és akkor fogd a Lecsibesz, a dzsegét spagettit a fejedbe önti. Mert nincs a nőknek idáj. Te is ilyen allergiás vagy, ha megkérdezem, hogy mi a félfidálod? Igen. Miért? Nem. Miért? Mától a kanapén alszol. Nézd, ez meg itt csikálja a csarkát, hallod, itt vágja a csarkát lefele. Jaj, hozd a csájmaszkod, de minden csupa por!